A hagyományokhoz hűen a családi háztól a toronyi templomig vezető utat a koncelebráns atyákkal együtt tette meg az újmisés Rácz Ágoston, aki papszentelése után nem sokkal a szülőfalujában celebrálta az első istentiszteletet. Az eseményre eljöttek a rokonok és ismerősök mellett mindazok, akik segítették őt a tanulmányai során. Rácz Ágoston a Győri Papnevelő Intézetben kezdte meg, és 2 év után Rómában a Pápai Gergely Egyetemen és a Német-Magyar Kollégiumban folytatta tanulmányait. Tavaly szentelték diakónussá, idén június 25-én pedig pappá. Első miséjén Négyfalu egyházközségének vezetője Unger Imre és Torony község polgármestere Kovács György is köszöntötte. Kedves Ágoston atya! Örömmel gratulálok áldozó papa szenteléshez, szülőfalu és egyházközségünk hívei nevében. Többször gondolkodtál azon, hogy jelentkezz a munkásnak az Úr szőlőjében. És itt van a várva. Papa innentől kezdve mindörökké. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy községünk papot adhat az egyháznak. Ilyen esemény nem gyakran van egy település életében, még egy nagyvárosiban sem, főleg nem egy kis faluban. Utoljára 93 évvel ezelőtt volt erre példa, mikor Tövnyi Német István 1929. június 16-án szentelték fel. Az újmisén szentbeszédet tartott dr. Perger Gyula Dozmat Torony Sébucsú volt plébánosa, aki arra emlékeztetett, hogy egy neves teológus szerint a Jóisten minden újszülött fülébe súg egy szót, és az egész életünk ennek a titokzatos szónak a nyomon követésévé válik. Ez a szó tehet minket boldoggá, ha beteljesítjük az elhívást. Perger Gyula szerint Rácz Ágostont megszólította az Úr, ő pedig vállalta a küldetést. Az istentisztelet végén az újmisés köszönetet mondott a családjának, rokonainak és mindazoknak, akik segítették döntéseiben tanulmányai során. Végtelen hálával tartozom rokonainak, mindnyájatoknak, akik most itt vagytok, és akiket most tőlünk hatalmas távolságok választanak el. Azt a rengeteg apró és hatalmas segítséget és szeretetet, amit tőletek kaptam, igazán nem is tudom felfogni, meghaladja a képességeimet. Köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy mindig számíthatok rátok, és köszönöm, hogy a rokonotok lehetek. Mindenkinek hálásan köszönök mindent, az Úr legyen bőséges jutalmatok érte, és ő tegye teljessé a jót, amit megkezdett mindannyiunkban. És ne felejtjük, hogy az embernek a legnagyobb küldetése az, hogy minden élő, minden lélegző az Urat dicsérje. Rácz atya megáldotta az elé járuló híveket, rokonokat, barátokat és a családja tagjait is. Legyen életed áldás azoknak, akiknek szolgálsz, halálod pedig békés hazatérés az atyámhoz. A hívek a templomkertben kivetítőn kísérhették figyelemmel a misét. Az ünnepi esemény agapéval zárult, a rokonok és családtagok később közös vacsorán vettek részt.